Sziasztok, Szabó Gergő vagyok, ez pedig itt a Karanténvlog, Dezse Balázs, Szalai Szilárd, mert itt mosolyognak, remek témák érkeznek, és egy kicsit előtte is beszélgettünk itt a furkóságokról, és ez mindig adódik, de egy picit tegyük félre a belpolitikai barátainkat, mert hogy sikerült megint az ukrán testvéreinknek is villanni egyet, és tudjuk, hogy minden liberális megsértünk azzal, hogyha bár nem szeretjük az oroszokat, az ukránokat sem tudjuk feltétlenül támogatni, de azért mi most ebben mégiscsak belemegyünk. Akkor te fasiszta vagy. Na, és akkor itt már a lényeget el is mondtad. Egyrészt mindig szeretem elmondani a fasizmus és a nácizmus közötti különbséget, amit a baloldal soha nem tud, de mindig hatalmas pofával. Ha különbséget teszel, akkor is fasiszta vagy. Na, egyébként kb. Így zajlik, próbálsz valamit mondani, és lefasisztáznak, mint ahogy ugye azt mondja most a baloldal, az a baloldal, aki valóban csontig nyalt segget a szovjeteknek, a kommunistáknak, hogy jaj, mit képzelnek, ugye, hogy az oroszok az 1956-os forradalmat és szabadságharcot fasiszta lázadásnak nevezik. Nos, ez nem bizonyosodott be, én azért nyitva hagynám még picit a dolgot, mert az oroszoktól is bármi kiterik. De úgy tűnik, hogy pont Lendva Ildikó kedves kisfia kezdte ezt terjeszteni. Annak a Lendva Ildikónak, aki egyébként legutóbb azt mondta az ATV-ben, hogy amikor a szovjet csapatok kivonulásáról beszéltek, hogy egy derűs múltban nézés volt az a pillanat. Hát neki lehet, hogy derűs múltban nézés volt, a veseleverések, az 56-os forradalom eltiprása, és ezek az emberek oktatnak utána minket arról, hogy mi az, hogy az orosz barátság, ami nincsen, nekik viszont orosz segnyalás volt. Putyin, a korábbi szovjet kommunisták. Úgyhogy én ezen egy kicsit felidegesítettem magam, és remélem, hogy tudtok picit ti is segíteni. De miért? Az itt a fő kérdés, hogy most akkor tételezzük fel, hogy őket mindig az zavarja, hogy valaki mondjuk nem feltétlenül veszik össze az oroszokkal, mert itt ugye arról van szó, tehát hogy egy olyan külpolitikánk van, hogy nem akarunk összeveszni az oroszokkal, ahogy egyébként az amerikaiakkal sem akarunk összeveszni, meg egyébként Brüsszellel sem szeretnénk, csak hát rá vagyunk kényszerítve. Tehát hogy nyilván őket tökre zavarja az, hogy mi nem veszünk össze az oroszokkal, de egyébként azt soha nem indokolják meg, hogy szerintük miért lenne erre amúgy feltétlenül diplomáciai szükség. Tehát az ezt kérték. Hogyan segítene ugye rajtunk, mint Magyarországon az, hogyha összevesznénk? Lengli második emelet 132-es szoba. Meg hogy miért jó az, hogy például az ukránoknak a segélyt nyaljuk? Tehát, hogy ők is ugyanúgy háborús fél ebben a sztori. Igen, hogy valakinek mindig kell, de hogy az miért jobb tulajdonképpen, és erre próbáljátok megválasztani. Tehát, hogy van egy háború, ahol két fél háborúzik egymással, és akkor most az amcsikat nem vesszük ide, de hogy most akkor tételezzük fel, hogy két fél háborúzik, hogy akkor miért jó az, hogyha az egyik oldalon állást foglalunk, és annak nyaljuk a segét, a másiknak nem. Miért nem jó az a politika, amit mi folytatunk, hogy igazából senkinek nem nyaljuk a segét? Hát, mert merjünk kicsik lenni, és merjünk valakinek a kiszolgálói lenni. Ugye Lendva Ildikó fia azt mondta te is, hogy ő dobta be a buliba, meg előtte a Medúza nevű ilyen emigrációban élő orosz, ilyen, hát, ilyen orosz momentumos csávó csinálja, vagy Lettország, valamelyik balti államból, igen, ezt az egész történetet. Csak hogy Lendva Ildikó fiánál ez nem lehet, hogy ilyen vágyvezérelt, hogy bárcsak azt tanítanák az orosz tankönyvekben, mert 30 évvel ezelőtt még Lendva Ildikóéknál is egészen más volt a mantra 56-tal kapcsolatban. Így van, tehát hogy most akkor én is fasiszta voltam, vagyok, vagy leszek, vagy nem, vagy mind a három egyszerre. Na mindegy, Lendva Ildikóék szerint, hogyha erre én mondjuk szeretném látni a Medúzán a screenshotot a tankönyvről, vagy a fényképet, vagy valamit, vagy legalább egy konkrét idézetet, és volt a jobbikosoknak is egy ilyen nagyon felháborodott sajtótájékoztatója, ahol Potocskánék Őrösi Anita az általuk eddig szidott alaptörvényből idézett. Tehát ugye arról volt, hogy 2012 óta, most ides tovább 11 éve osztják, hogy hát ez a mocskos Fidesz alkotmány, és ilyen, ez nem lehet. Most pedig kiáltod a KKM elé, és akkor elkezdte olvasni az alaptörvénynek a hitvallás. Szerinted még az a pillanat ennek tükrében, eljöhet még az a pillanat, hogy Karácsony Gergely mondjuk egy stadionban pózol, vagy elismeri, hogy jó volt az atletikai VB? Csak kérdezem. Vagy nem, de Baranyi Viszák még a borító képe. Igen, magas labda. Igen. De visszatérve erre is, ugye a hitvallásnak van egy ilyen része, hogy a demokráciánk az 56-os forradalomból sarjad, stb. És ezzel egyet is értünk, ez rendben is van. Csak amikor megkérdezi az ember ezektől a kiváló felháborodott emberektől, hogy látták-e azt a tankönyvet, vagy olvasták ezt az idézetet, ahol fasiszta, akármicsodának minősítik 56, az 56-os forradalmat, a válasz nem, és kiegészítve azzal, hogy de az oroszokról nem hihetjük el, hogy ez nem igaz.
Tehát a tény, akik mindig az ilyen balliberális tényújságírók, a tényfeltárókatra hivatkoznak, és tényleg független, objektív tényfeltárásokra hivatkoznak, nem kell bizonyíték, elég az, hogy egy emigrációban élő ellenzéki újságíró azt mondta, hogy ez így van. És ez bizonyíték. Ez külpolitikai irányvonalakat szab meg kormányra törő embereknél, hogy valaki emigrációból azt mondta, hogy. És egyébként, ha tényleg így van, az baromi felháborító, ja. És ideje lesz akkor behívni az orosz nagykövetet, de addig ez egy teljesen fölösleges diplomáciai hazardírozás. Addig ugrálni, mint kecske szarad eszkán, teljesen fölöslegesen, ráadásul ugye amennyit tudunk erről, egyébként 10 változata volt ennek a még nem végleges tankönyvnek, és egyik változatban sem volt benne a fasiszta lázadás, tehát már maga ez egy gyönyörű, az, hogy ilyen gyorsan be lehet őket a saját csapdájukba vinni úgy, hogy amit te mondtál, hogy vágyvezérelt. Tehát, hogy náluk minden vágyvezérelt, és akkor utána képesek egy akkora botrányt csinálni, teljesen fölöslegesen, de pont azok az emberek még, hogyha tegyük fel igaz, és akkor biztos vagyok benne, hogy a magyar kormánynak egyébként meg lesz a válasza, mert teljesen egyértelmű, hogyha minket így bántanak, de ezek az emberek akkor se oktassanak semmi ilyesmiről. Szovjetekről ne oktasson Lendvai Ildikó a fia se, egyik komcsi se, egyik se, mert ők viszont tényleg mindenféle, bármilyen feltételével nyalták a seggel. Ez nem olyan Lendvai éknél, mint amikor Moszkvából megjött az 5 éves tervre az iránymutatás, hogy ennyi tonnát kell termelni, és még hozzáírtunk kamuból plusz 10-et, hogy ennyivel többet sikerült. Ez az orosz tankönyvben azt írták, hogy fasiszta lázadás. Ez szerintem egyébként az oroszok biztos, hogy nem. Ilyen nagy lelkesedéssel emlékeznek az 56-os forradalomra, ezt aláírom. De azt nem tudom elképzelni, hogy kifejezetten az újkori orosz tankönyvekben most az szerepelne, hogy fasiszta felkelés lett volna. Ők viszont mindenképpen szeretnék ezt belevíziolni. Bocs, csak még annyit hadd tegyek hozzá, hogy tényleg, ha az úgy van, hogy ez van leírva, hogy ez egy fasiszta lázadás, meg a többi ilyen dehonestáló jelző, ami ott volt, akkor minden lépést meg kell tenni diplomáciai és egyéb szinteken, hogy elhatárolódjunk, és nyilván akkor az oroszoknak egyrészt át kell írniuk, másrészt bocsánatot kell kérniük nyilván sem. De ha mondjuk tényleg tételezzük fel, hogy tényleg így van, akkor viszont ez nem egy bizonyítéka annak, hogy egyébként mégsem vagyunk Putyin pincsi kutyái. Tehát igazából ilyenkor ez a fajta kommunikáció, hogy akkor most ők azt remélik. Annyira pincsi vagyunk, hogy még ez is belefér. Hogy még ez is belefér. És ezt is ennek ellenére is térden csúszva megyünk az oroszok elé, ugye, hogy belénk ugyanak még egy. Amúgy milyen érdekes, hogyha már itt most akkor kardoskodunk itt, meg kommunikációt épít az ellenzék 56-ra mondjuk, na most akkor legyen ez, akkor viszont amikor most találkozott a Dobrev Klára, ha jól láttam, akkor a David Pressmannál volt, ugye? Tehát akkor egyébként miért nem veti fel, hogy 56-ban meg hol voltak az amerikaiak, akik most a legnagyobb megmentő szövetségeseinként próbálnak pózolni? Mekkora zavar lenne a Dobrev, vagy miért kellett ezt a lebegtetést csinálni legalább, tehát, hogy majd jövünk, már itt vagyunk a sarkon, pontosan, csak tehát, még egy kicsit tartsad, mind az ukránoknak, akkor, egy akkor végül is, legyen az éremnek, akkor mind a két oldal, akkor beszélgessünk David Pressmannal erről. Amúgy egy sokkal prózai példát is lehet hozni, amikor volt a 2021-es október 23-ai megemlékezés, a teljes ellenzéki nagy, az összellenzék összegyűlt, és egyetlen egy darab magyar zászló volt, a, nem tudom, pár ezes tömegben, amiről azt mondta a Fekete Győr András, hogy a Kodály köröndig megvagyunk, na azon a teljes tüntetésen egyetlen egy darab magyar zászló volt, az a színpadnak a háttere volt. De gondolom, ennyi. Utána tehát, gyorsan hogy... leszették, mert valaki így van, hibázott, így van. Kirúgták, erre nincsen szükség. Lehet, hogy valószínűleg a rendezvényszervező cég úgy gondolta, hogy ez oda illő lenne, és akkor meglátta, hogy basszus, ezelőtt kell fotózkodni, akkor nagy baj lesz. Dobrev Klára ott a lyukas zászló előtt elég. Az gyönyörű látvány volt. Ez elég izgalmas jelenség volt. Igen, nagypapa forgott a sírjába, szegény nagypapa. Klárának sűrűn kellett bocsánat éresedezni utána különböző követségeken. Igen, különböző követségeken. De egyébként most ilyen bátor emberekről beszéltünk, és akkor nyilvánvalóan Karigerit is soroljuk ide, mert ő bátor. Egyébként minden pillanatban fasisztázik. Kivéve akkor, amikor a náci haverokat meg kell védeni, fogalma sincs neki se arról, hogy mi a fasizmus, ami Olaszország volt, mi a nácizmus, mi az, az, ami a rasszokra vonatkozik, mi az, ami másra. De ne is menjünk bele, gondolom, ezt nem tudja, megtanulta a szélső baloldali kis KT-ből, hogy fasizmus. A Hortitól kezdve Orbán Viktorig már mindenki az volt, ő természetesen szeret hozzászólni történelmi témákhoz is, bár fogalma sincs róla, és most azt mondja, hogy mit mondod, hogy becsicskult a kormány, ugye? Mint szakértő, erről biztos komoly véleménye lehet. Istenem, egyrészt fogalma sincs, másrészt egy ilyen ember, aki
másnak a lábtörlője, a rongya a Gyurcsányéknak, az beszél bármi, bárkinek is becsicskulásról. Miféle? Bocsánat, Spirit FM-es interjú? Amikor Feri mondta, hogy nem tesz eleget, és utána két nap a később csőd lett. De várjál, nekem a becsicskulásról egyébként még egy ikonikus. Az nem volt becsicskulás. Emlékeztek arra, amikor Karácsony Gergely ment Kijívbe, és így írtak ki. Csak a becsicskulásról beszélgessünk akkor már egy kicsit, nem? Hogy kiírta, ugye, hogy Kijev helyett kiírta, hogy Kijív, ugye? Nem tudom, hogy ezt a nézőink, meg a hallgatóink közül ki emlékszik erre, de ikonikus. És akkor ugye többen így feltették nekik, de hát az magyarul, tehát az Kijev, az magyarul egyébként Kijev, és akkor Karácsony Gergely, soha nem fogom elfelejteni ezt a leszet. Rendben van, de az ukrán félre megkért minket, tehát parancsba adta, hogy az ukrán átírást kell használni. Ilyen nincsen. Tehát, hogy a magyar hangrend szabály, tehát magyar nyelven, a magyarul, tehát ilyen rejtélyes egyébként. Miért ukránul írt akkor? De miért olyan fura nem, hogy magyar nyelven egyébként a magyar hangrend szabályainak megfelelően írunk, tehát akkor is, hogyha nem tudom, mondjuk erre nyugodtan, tehát más városoknak a neveit is. Valószínűleg az volt, hogy elírta, és akkor próbálta menteni a menthetőt. Ekkora csicska. Tehát ő ekkora csicska, hogy... Nagyon kedves vagy, hogy így megvédem. Igen, egyébként nem is ér. Bocsánat, akkor kibújta. Nem, tehát lapangó ellenzék. Őt becsicskították az ukránok, hogy csinálja a hülyét magából, és írja Kijívnak, mert volt egy ilyen kommunikációs próbálkozás. De ennyi. A másik haver a Tompika, aki egyébként a nyílt levelet írta a Tombos Márton, és őt az oroszok külön meg is szólították, mert csak hülyes írt össze-vissza, de gyorsan mondok egy példát, legyen bukuresti, kéne csinálni egy ilyen kamuhívást, és úgyis általában bedől neki ez a barom, és akkor megmondani, hogy ugye gyere, és nem, hogy azt mondta, hogy Bukarest, hanem az, hogy bukuresti. Hát vagy Budapestet bukuresti átírással kell. Vagy Budapestet most már Budimpestának, vagy nem tudom, hogy mondják a románok, és szerintem nehogy már megsértsük a románokat, jó lenne a saját fővárost is úgy mondani, ahogy ők. Így igen, van. Meg Kolozsvárt is felejtsük el, meg... Hát az már régen, nem meg már de Pozsonyt is nyugodtan fel, de nem, akkor használjuk. Csak Bratislava. De a becsicskulásokra akkor még, akkor ott volt a csődhelyzet, akkor most ugye, hogy az alpolgármestereivel, vagy hát a főpolgármester helyetteseivel trükköznek, akkor most gyorsan vízdíjat, az egyiknek a kérésére a vízdíjat, a másiknak a kérésére a BKV jegyeket kellett megemelni. Teljesen önálló stratégiával tudod. És akkor még a becsicskulás, hogyha meg már Kijivről is beszéltünk, akkor a munkát. Igen. A Munkácsi iskolával kapcsolatban én nem látom Karácsony Gergelynek a hasonló nagyon vehemes kiállását. Dörgedelmes. Dörgedelmes. Pedig azt mondta, mindig ki fog állni, hogyha a magyarokat elnyomják, és a magyarokkal olyanokat akarnak tanítatni, ami a magyaroknak degradáló, vagy bármi ilyesmi, hát akkor az, hogyha elveszik a magyar nyelvű oktatást. Már sosem mondott, hogy a magyarokért ki fog állni, csak a mindenféle színes kisebbség. De nem, itt most az 56-os kapcsán valami olyasmit írt, hogy most kell kiállni, és nem csak beszélni, vagy valami ilyes, végén volt valami nagyon kemény leosztása. Lobotómiája volt? Elektródás part volt, ilyen fejben. Valami kemény leosztás, hogy ilyenkor kell kiállni, és akkor nem fellépni a magyar, fellépni a magyar érdekekért, meg valami ilyesmi. És a világ megremegett. És akkor azt akartam mondani, hogy beleremegett a föld. És akkor mindenki ránézett a Facebook oldalra, megvonta a vállát, és ivott még. Karácsony Gergely letette, fogd meg a cumis üvegem. De közben mi egyébként milyen jó, hogy körbe ment most a minden médiumba, csak a függetleneknél nem, hogy milyen jól működik ez az új, ugye volt a Demszki Fallosz, most a Karrieri Péróban, és ott áll a szerencsétlen mentő félig a biciklisába, félig bent valami kapuajban, igen. És félig az út közepén, mert nem tudott menni. Ráadásul ugye valami... a nyíló ajtó az a forgalmi sávok felé, tehát hogyha valakit be kell helyezni a hordozó részbe, akkor ugye körbe kell vinni a forgalmon az embert. Ilyenkor nagyon keménynek kell lenni, és ő kemény. És ott hagyják, és ez akkor is így lesz, mert így jó. Mennyibe került az egész? Csak az Üllői úton került valami 300-400 millióba ez a remekség. Ja, és most még egy, ha már Karrieri. 1 milliárd forintot most megint az emberek dönthetik el, hogy akkor... Azt láttam. Ez az a milliárd, amit a Soroséktól kaptak, csak nem tüntették fel nem lehet, hogy most csődbe vagyunk. Vagy ez egy másik milliárd? Ez egy másik milliárd. Ez csak úgy mellékes. A csőd mellett. De ilyenek, hogy kerékpártámasz, graffiti fal, tehát ilyen rohadt jó dolgokat lehet. De nincs benne az új főpolgármester személye? Tehát van egy csomó üres fal. Meg kell venni a festéket.
Azt. Ja, hogy a graffitihez a graffiti festék szórót, azt ő adja. Hát gondolom mindent. A falat is, a graffiti is, és valószínűleg a tanácsadó festék. Vagy most építenek külön egy falat is neki. Graffiti de fal. De hogyha mondjuk az karácsonyi... Én nem is tudom elképzelni, mire van még szükség amúgy. Erre, ha csőd van, akkor ezt mindenképpen még meg kell csinálni. Graffiti amíg fal. Amíg a mentőkkel gond van, úgyhogy én... De tudod, hogy vagy csak, hogy bicikli útból is vannak még tervek, tehát hogy ugye van, ez kiszivárgott, itt vannak, és egyébként egész nyilvános, hogy bújják még... a Budapest-Balaton bicikli út szélén? Nem, de hogy konkrétan, konkrétan hogy van még, és valami nagyon sok millió forintnyi terv van még, és állítólag így elkülönítés arra, hogy még bicikli utakat hova szeretnének majd tenni. Tök jó, tehát itt sincs összezavarva Budapest forgalma, hál' Istennek. Egy bicikli M0-ást lehetne építeni még, hogy... Az autópályára? Nem, az M0-es mellé, hogy a belvárosi bicikli terhelést csökkentsük, és körbe menjenek. Körbe kerüljék meg, és menjenek tovább az M3-osra. Ne adjuk ötleteket, mert... Én a sinek helyére tenném őket, minden... A V0-ás helyett. Basszus, a V0-ásat átalakítjuk. Pedáros vasút. Kész. Benyújtjuk. Pedáros vasút. Hát a kapunk rá egy milliárdot. Erre az egymilliárdos. Frédi-méni autókkal. Jó. És az környezetbarát is. Bár mondjuk, ha közben valaki elereszte egyet, akkor de várja, az már nem de jó. Akkor mert... akkumulátor gyár se kell. Viszont többet kell lenni az embereknek, tehát több marha, és akkor az több pukja a marha nem lehet, igen. És, te, és utána te is vagy csak, ingasz, csak a vegánok kaphatnak jogosítványt, és akkor ugye ez se probléma. Mert a vegán puki, az finom. És az nem zavar. Én bevallom, egy picit elvesztettem a fonalat. Egyébként valószínűleg az ő brainstormingjaik valami hasonló lehet. Nem röhögnek közben, de ugyanezeket az ötleteket. Nem röhögnek, viszont fizetésemelést adnak a végén. Ez annyira jó volt, gyerekek, hogy szerintem érdemes egy kicsit emelni tanácsadói díjat. Tehát csőd van, Geri. Nem baj, ez még belefér. Azt a részt a tanácskozásnak Gergő átaludta, amikor csődről volt szó, és akkor végén fel... Egy milliárdot. Szerinted akkor azt is a gyérémet vezette azt a... Nem, lehet, hogy akkor éppen a katakombákban bujkált az újságírók elől valami izé mögött, ilyen egy kukányi csontváz mögött. Majd a gyérémet, vagy a karácsony? A karácsony. Gyérémet így visszajön azért néha még tanácsot osztani, mert amikor főpolgármester helyettes volt, az egyetlen és állítólag folyamatosan működő... Akkor volt jó kezekben ez a város. Mi volt az a budapesti, hogy hívják, ami operatív törzs? Ami igen, egyszer a szundi parti. A szundi parti. Oda a zsókot. Pisi partin megdumálták a dolgokat, azt el is múlt a Covid. Innen kéne egy felvétel, de hát... Nagy volumenű emberekről van szó. Az igen. Úgyhogy Budapest jövője szerintem rendben van. Rendben. Van egy-két érdekes téma, mert Kuleba mesterre foglalkoztunk volna, de hát annyit hadd mondjak el, hogy nyugati társaságban az ukrán külügyminiszter Kuleba elmondta, hogy az oroszok első védelmi vonalának áttörése 17-szerre is megtörtént, de ezt még mondjuk senki sem erősítette meg, és elmondta azt, hogy 31 katona intézte ezt, uh-huh. akiknek az egyharmada semmilyen katonai kiképzést is. Erre én is büszke lennék, hogy ilyeneket küldök a frontra. És ez már gyönyörű, de utána azt mondta, hogy 18 órán keresztül kúsztak az aknamezőn, ahol négyzetméterenként 6 akna volt, de senki sem halt meg. Majd megérkeztek egy dandárnyi orosz csapattal védett faluba. Nyilván megfutamították ezt az 1-2 ezer embert 31-en, még mindig nem halt meg senki. És utána tartották, bocsánat, hogy nevetek, tartották a második fontot, vörös hadsereggel szemben. Ez a régi szovjet filmek de, volt, hogy egy orosz tank így legyalázott mindenkit. Az megvan a feláldozat. Mondjuk ez tök hihető, mert egyébként a... régi akcióhősöket összeszednek, és akkor ilyen 6000 ember közé bemennek 5-en, és a Chuck Norris a végén megjön, és lelő minden. Ez olyasmi... Chuck Norris itt elbújdosott volna, utána 30 ez olyasmi film, mint a Rambo az űrben, nem tudod, valamit sem tudnék elképzelni. Ez egész egy világegyetemet. Én elhiszem, mert ugye náluk volt a fény. Karda, hírek de szerint azért... Van egy szomorú rész, ja. Mert a végén elárult, hogy egy súlyos sérültjük volt a végén. Konkrétan az egész... Na jó, ez nem. Az orosz, vagy az ukrán áttörés az olyan, mint az agresszív kismalac, amikor leesik a bicikliről, és akkor kusén így akartam leszállni. Igen. Pont ilyen az áttörés, hogy kusén így akarok áttörni. Na jó, de utána még záró akkordként azt is elmondta, hogy aki szerint az ukrán ellentámadás lassú, az fogja be a pofáját. Na, hát hoppa, pontosan erre. Ennyi. Úgyhogy mi sem tudunk tovább beszélni erről, befogjuk a szánkat, ahogy ellent mondjuk Kuleba mesternek. Eljön a Balatonig. Legjobb, eljön a Balatonig a nyíbor. A bicikli úton. Szóval Karácsonyi Gergely bicikli utakkal támogatja az ukrán tankok felvonulását Budapestre. Köszönjük szépen a figyelmet. Jövő héten is jön a karantén vlog és egyéb furkóságok. Srácok, köszönöm, megoldottuk Budapest problémáit, és ország az ukrán ellentámadást is, úgyhogy további mesékkel jövő héten jövünk. Sziasztok!